Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Kedd este van, nem is tudom mikor streameltem utoljára kedden, de most ez egy ilyen hosszú hét. Igyekszek minden este streamelni ezen a héten, és igyekszem tartani azt, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására, bár hát eddig olyan nagyon komoly quality assurance szempontok nem nagyon voltak, de mindegy, azért igyekszem fenntartani az érdeklődést. Én, illetve a játék, amivel ma játszani fogunk, ez pedig nem más, mint az Elden Ring. Tudom, tegnap azt ígértem, hogy Resident Evil-lel fogunk játszani, de ez holnapra tolódik. Egyfolytában tolódik. Na mindegy, de holnap most már tényleg ez lesz. Most már folytatjuk azt is. Úgyhogy tényleg folytatjuk az Elden Ringet. És pedig a fővárosi kalandjainkat. Alapvetően hát a csatorna rendszerben néztünk szét tegnap, és ott találkoztunk Moggal, legalábbis egy gyengébb reinkarnációjával, és hát egy boss maradt ki ugye a csatornából, mégpedig hát Kula bácsi, de ezt majd ha odaérünk, akkor megnézzük. Jó, úgyhogy ez következik most. Szerintem folytassuk is. Oké. Jó. Elnézést. Na, szóval itt volt ugye Mog. És akkor most el kéne mennünk megkeresni tényleg Kula bácsit. Tegnap este is megtettük volna ezt, csak tegnap este már olyan fáradt voltam, hogy már nem volt húzalmam. Meg hát ki tudja, mennyi ideig fog ez tartani. Úgyhogy akkor most ez következik. Azt lenne jó tudni, hogy honnan kéne jönnünk, mert azt már elfelejtettem. Azt hiszem ez a hub. Ugye? Yeah. Underground Roadside, vagy Lindell Catacombs. Gondolkodok, hogy honnan lenne célszerűbb. Hát, nézzük meg ezt. Ránézek, aztán majd kiderül. Mert itt is ugye a csövekemmel menni. Underground lesz. Igen, és akkor le kell ugranunk erre. Igen, és akkor ott végig a patkányosba, és ott a ott a virágoknál. Ugye itt a virágoknál kell jönnünk. Csak az a baj. A virágokkal az a bajom, hogy ez a poisonozás, ez rendkívül idegesítő. Van amúgy, van. Akár, hát nem tudom, azért sokat szerintem nem sebez ez a, mindjárt kiderül persze. Ez nem vészes.
Na ez mondjuk sokat sebez. Ott sunyog mögött a másik, a kicsi. Oké. És még van, még mindig van. Na. Mehetünk. Nem vettem észre. Nem vettem észre a kezet. Oh, shit. Na mindegy, ezúttal átszaladunk. Nem fogom még egyszer megölni ezeket a virágokat. Ez kizárt dolog. Jaj. Figyelek közben csak. I am the Dung Eater, a scourge upon the living. Who are you? Hát hagyja el a helyet. I've been here long enough. I will kill again and defile each corpse with care, just to be sure that when they're reborn, they'll be cursed along with their children
and their children's children for all time to come. Hát nem egy pozitív figura. Kill again, just to be sure they'll be good. Okay. Nem tűnik túl ellenségesnek. Nem azt mondom, hogy ő a legbarátságosabb, akivel valaha találkoztam. És akkor most mit csináljak vele? Nézek be a rántéből be? Igen, mert ott valószínű akkor valami megváltozott most. Mert ott ül ücsörgött szomorúan. Hol is volt az öregnél, ugye? Erre felé. Ó. Hagyott egy üzenetet? I will defile you next. Come to the outer mode. Hova menjek? Outer mode. Oh. Ide, ugye? Jó, akkor oda megyünk, viszont előtte valamit én megnéznék itt. Mert mintha valami elmaradt volna, aminek meg kellett volna történnie. Csak itt szaladok egy kicsit. De lehet, hogy tévedek. I see thee. Tarnished. Smoldering with that wretched flame. Igen, pontosan erre gondoltam. Egy régi ismerős. És még mindig nagyot üt.
Na hát... Margitot ismét elküldtük nyugdíjba. Úgyhogy akkor most már gyerünk a tóhoz. Ezt még mindenképp meg akartam nézni, hogy itt mi újság van. Hogy is kellett onnan föntről, ja. Igen, a kruszi tesók is élnek. Nem tudom, hogy most több idegrendszerem van-e, mint tegnap. Pá. Ezben figyeljek oda, hogy mit csinálok. Igen, hát erre. Még itt megint itt lesznek ezek a nagy... Lehet, hogy itt ki el lehet jönni. Aha, jaj. És akkor itt lesz a jó öreg Dung Eater. Ja, így védel. Oké. Ez a rák itt mit csinál? Segít? Segít. Az igen. Na gyere! És ha rákölte meg. Hát ez kurva jó. Sword of Milos. Zseniális. Oké. Jó. Akkor megvan a jó öreg Dung Eater is. Szerintem akkor... Nem tudom, hogy van még valami a lent a csatornákban. Szerintem... Más így nincs. Körbejártuk. Én úgy gondolom, bár... Lehet, hogy még van. De ilyen objektív szerintem nincs, amit lehetne csinálgatni. Úgyhogy lehet, hogy inkább folytatjuk a fővárosban, mármint a felszínen. Talán ez. Nézzük tovább. Uh-huh.
Okay, never mind. Na szóval... gondolkodok, hogy merre is vagyunk. Ha jól emlékszem, itt volt az R3, vagy a Minor R3, és hát akár mehetnénk arra is tovább. Ugye itt van egy sidequestünk is, ugye a Volcano Manor-ös. Dungeterhez 5 darab curse kell majd. Hogy értve? 5 darab curse. Oké. Okay. Jó. Szórta a port. Aha. Tehát gyűjtenem kell körzt és etetnem kell. Oké. Okay. Na ez hova vezet? Ott egy kéz. Oké, értelek. Jaj, csak lejönk ide. Oké. Jó, hát viszont most nem akarok lejönni ide, mert ott kéne folytatnunk. Szerintem akkor bemegyünk abba az épületbe, amit ott nagyon őriztek. Oké, okay, köszi, nevermind. Ez hasznos info nagyon. Jó, a lényeg, hogy itt le lehet menni egy szinten lejjebb. Hello, para. Szia, szia. Igyak. Hello, Kekerényi. Szia. Mondjuk nem biztos, hogy ide be tudunk jönni. Sőt, hát nem tudunk bejönni. Ez milyen tea? Hát egy ilyen fekete tea, ilyen ízesített én karamellel. Nem, nem te a nagy kerbe, itt a... van egy Darlington bolt itt Debrecenbe. A fórumba. És ott van mindenféle tea. Tényleg nagyon sok fia, nem tudom, 100 féle tea. De tényleg nagyon sok. És ott szoktam menni. Hát igen, a spárba, hát én egy értelmezhető teát láttam múltkor, mindig Twilight-ot mondom, de a Twinings-nek a Earl Grey az, ami elég jó. Meg néha van egy-két jobb, de hát nem sok.
Jóha. Itt, mit? Itt valaki... Valami... Nem tudom. Na, szóval értitek. Basszony, ezt nem hiszem el. De ki lövöldöz? Valaki lövöldöz. Fórum? Hát, az egy ilyen pláza. Hát, hogy mennyire menő egy pláza, hát nem tudom. Pláza. Boltok vannak, be lehet menni, ha kell, valami lehet vásárolni. Persze van itt két pláza is, alapvetően. A másiknak az a neve, hogy pláza. Nagyon kreatívan. De, tehát az nem tudom, hogy mennyire menő hely, vagy nem menő hely, ott van teabolt. Én azért megyek oda. Na. Oké, és végül is megoldottuk ezt a helyzetet. Még azt kéne ott megoldani. Hogy lettek ezek megint ennyien? Hát igen, a West End kisebb változata. Minden pláza ugyanolyan. Mennyiért adnak egy ilyen karamellás teát? Hát ez ilyen 10 dekás csomagban szoktam én venni. Persze lehet kevesebbet is. Hú, hát ez olyan 3000 forint környékén van a 10 deka, ha jól emlékszem. 2500-3000 valahogy. És azért az hát elég sokáig. Mondjuk általában úgy szok... Szóval általában ilyen 4-5 féle teát szoktam venni, és azokat így folyamatosan iszom felváltva, és ez úgy szerintem egy, hát olyan 2 hónapig elég szokott nekem lenni. Jó, így bemegyek a fórumba, azt veszek 1/2 kiló teát. De tényleg így szokott lenni amúgy. El tudunk itt futni? Hát, valamelyest.
Na. Megoldottuk. Pickwick uborka menta? Hát... Igazából az uborkát nem szeretem. A menta az... Hát, hogy különösebben nincs vele gondom, menta teát is szoktam menni. Néha, hát nem gyakran. De azért néha előfordul. Hát, Pickwicket viszont nem nagyon. Hát, figyelj, én sokáig azt hittem, hogy a Pickwick tök jó. Aztán megkóstoltam ezeket a teákat, és... Hát, hogy fogalmazzak? Nem akarok senkit megbántani, aki szereti a Pickwick teát, mert nyilván ízlések és pofonok. Meg azért az egy valamennyivel olcsóbb dolog. De igen. Hát az egy más kategória. Én nem tudok lemenni, ugye? Nem. Nem úgy tűnik. Jó. Milfordot őszintén szólva nem ismerem. Nem is tudom, hogy ittam-e valaha, max ilyen kávézóba vagy ilyesmi. Egyszer-kétszer. Vannak nagyon jó gyümölcsös teák is ebbe a Darlington boltba. Azok se olcsók. De vannak. Erre az óriás dárdára kéne fölmásznunk? Hát... Oké. Szia, Topsoros. Hát jó, persze rummal a Pickwick is jó, hogy ne. Nyilván. Én nem azt mondom, hogy rossz a Pickwick, csak... tehát azért na... tehát jobb a... ezek a teák. Én nekem jobban ízlik. Jobban sokkal gyümölcsösebb, jobb... Na mindegy, szóval én mindenképp javaslom, hogy egyszer kóstoljátok meg. Hát, így nem is tudom, hogy milyen teát tudnék ajánlani, ami biztos... hogy mondjam... jó lehet. Hát például a paradicsommadár ilyen gyümölcsösnek szerintem tök jó. Ennek tényleg ilyen nagyon kellemes gyümölcsös íze van. Akkor a mangós zöld tea is tényleg nagyon jó. Aki szereti a zöld teát, az ugye egy kicsit koffeinesebb, ott arra kell talán figyelni, hogy azt este nem ajánlott inni. Mondjuk este teázni amúgy se feltétlenül. És hogy menjek fel erre a...
Fekete te a vodkához. Hát az már veszélyes dolog. Egyel feljebbről. Jó. Hát őszintén szóval én a vodkával úgy vagyok, hogy én azt úgy kerülöm el messziről, ahogy csak lehet. Olyan barátságosnak tűnik, de nem, nem tűnik barátságosnak. Szerintem, tehát stopsoros, biztos vannak remek vodkák, én nekem nem azzal van a gondom, hogy a vodka rossz, hanem hogy én nem vagyok vele kompatibilis. Nem tudom, hogy itt vissza tudok-e jönni. Na, majd visszajövünk ide. Aztán kérünk tőle valami számot. A White Russian az koktél. De vodkával, igen. Hát igen, para benne vagy ration, tehát nyilván valami kell bele, hát most vodka, hát mindegy, valami alkohol, ami kéznél van. Na várjatok, mert itt most nagyon... Lejövök ide. Mi ez a sok hamu itt? Vagy nem is tudom, lehet, hogy nem hamú, csak... Vodka, kovászos uborka. És ilyen helyekre nem lehet bejönni, mi? Lehet. Szevasz. Ők itt mind gondolkodnak? Meg hol vagyok? Most tulajdonképpen betörtem egy házba.
A lényeg, hogy óvatosan az idogálással, mert simán lehet miatt a hülyeséget csinálni, meg azért rá is lehet szokni. Ó, itt van a furulyás. Figyelj, már nincs valami DJ Bobód, vagy valami? Ha. Nincs. Hát ez szomorú. Na most már nincs zene se. Betörök egy házba. Megölöm a DJ-t. Hát igen, ez az, hogy mindenkit megölök. Mondjuk annyiból jó, hogy egy reset-és újra van mindenki. Tehát igazából nem ölök meg senkit. Tulajdonképpen. Oké. Itt van egy lift. Na lássuk. Ha, azt hiszem tudom, hol vagyunk. Így van, itt jöttünk be. Hát akkor itt most vissza is megyünk, aztán inkább erre jövünk tovább. Hát... jó jön egy gríz, amúgy már hílem alig van. Meg van nálunk egy csomó szól. Volt ott egy létra? Azt mondod? Ja, igen, itt már voltunk. Így van. Azt nem tudom, hogy itt föl, mennyire tudunk fölmenni. Ez elég vagány ez a kulipintyó. Hát igen, itt más nem nagyon van. Úgyhogy akkor menjünk tovább. Tényleg jól jön egy rész.
itt még nem voltunk. Ez baj. Befarolt a sarkon, így van. Szó szerint. Na most azt lenne jó tudni, hogy hol a... Valahogy el kéne jutni a szólókért. Szerintem itt lesz egyen föntem. Nem segít Adri még 23-as mindig, mert 8-as Smithing Stone erre nem nagyon van. Ami van, azt már összeszedtem, és kellene még vagy 4, 3 vagy 4. Meg még kell a Dragon, Dragon? Draconid? Tehát ami a legmagasabb szinthez kell, azt meg majd ezután a város után kapunk, szerzünk elvileg, ha minden jól megy. Szóval még híja van egy kicsit. Jó, arra voltunk elvileg. Itt van a zenészünk. Oké. Hát... Valahogy fel kéne parcellázni ezt a várost. Hát... Szerintem ezen a részen voltunk. Nagyjából mindenhol, nem? Arra voltunk. Szerintem arra is voltunk. Kérdés az, hogy ide föl hogy jutok föl. Na hát mindegy. Majd meglátjuk. Még azért erre elszaladok. Igen, itt volt a tüzes. Mondjuk jó lett volna leülni egy részhez. Mindjárt eltépézünk. Zörög itt ez a... Itt voltunk bent, ugye? Oké.
Lehet, hogy innen voltunk. Hát igen, tulajdonképpen ez az egész egy nagy dungeon. Ez a város. Aminek egy elég komoly ismérve az, hogy eltévedsz. Igen, itt voltunk. Határozottan. Nevermind, véletlen elírás volt mi. Ez bunkóság volt, csak szólok. Itt ücsörögsz a sötétbe, mint egy kis Fortnite player. Tipó? Jó, és itt visszatértünk a... Hát ez az, mint az egyetem sugárút itt Debrecenbe. És ebbe nem lehet bemenni. Jó, hát szerintem ezt a részt akkor igencsak körbejárhattuk. Talán. Ide meg nem tudom, hogy hogy lehet bejutni. Na mindegy. Én itt most azt tudja, hogy leülök egy Grace-hez. Elvileg itt van valahol. Ha jól emlékszem. Talán itt. Jó, és akkor szintet lépünk. És még van, hát kéne 33 000. Nem tudom, hogy ez a nagy mennyit ad. 20 000-et. Hát akkor még a végén. Lesz itt még egy szint. Erősödjünk. Oké, és itt tovább le, aztán a sárkány szárnyán fel. Oké. Jó, még itt valaki tipeg, de az 6 tipeg ilyen. Holnap bevásárolsz teából? Para. Figyelj, amúgy üdítőital helyett, meg sima csapvíz helyett kiváló. Én mindenképp csak ajánlani tudom. Csak arra vigyázz, hogy simán bepöröghetnek a 10 000-esek. Amit még tudok ajánlani, nagyon finom tea. Én nekem az egyik kedvencem a Golden Monkey. Ez egy yunnani tea. Én
Hát Yunnan az egy kínai tartomány, és így kézzel szedik gyakorlatilag a teának egy ilyen nagyon, hát nemes részéből fogalmazhatok így is. Azt tényleg mindenképp javaslom, az mondjuk egy kicsit drágább is, az azt hiszem olyan 4000 körül van a 10 dekás, de az tényleg nagyon finom. Hát stopsoros, ez már 4002, aha. Igen. A stopsoros, ez már csak azért se, hogy ott felejtett benne a teába, a szekrénybe, mert drága. Aztán már csak azért is úgy vagy vele, hogy megiszod. Jó napot! Gravelstone. Ja, elteszed különleges alkalmakra, mert fancy, és ott felejted. Az is lehet. Igen, mert amúgy soha nem lesz fancy alkalom. Anyád. Bocsánat. Darlingtonban lesz a közönségtali. Hát amúgy be lehet ülni oda is. Ugye arra figyeljetek, hogy ez ugye ilyen szálas tea. Tehát ez venni kell ilyen teatojást is. És úgy kell hát a forró vízbe betenni. Hát kivéve ha zöld tea, mert zöld teát ne tegyetek forró vízbe. Csak ilyen 80 fokos vízbe kell. Az ott kicsoda. Itt balra le tudok ugrani, hogy? Majd a végén, nem? Jó, hát ott tudok végig menni, és ott tudok majd leugrani. Jó, oké. Hogy ízesíteni? Hát, amúgy nem muszáj, de én szoktam belerakni egy kis mézet, meg egy kis citromlevet, de ezeket nem kell. Tehát nem kell ízesíteni. Oké.
Gargoyles Halberd. Renato T-tips. Na. Ez így van. Nem hottábozunk. Hot 10 stream, na az mondjuk akár lehetne, bár a legtöbb stream az amúgy. Hot 10 stream. Anyád. Itt egy óriás ág egy boss fighthoz vezet. Ez remek. Az az ág. Akkor még erre nem jövünk. Még ott fent a gargoynál. Oké. Okay. Körbenézek. Oda is be lehetne menni. Tehát az vezet boss fighthoz? Amint hogy... Abban az épületben van. Egyébként oda egy questünk is van, ugye? Ez a Volcano Manoros kontrakt. Uh-huh. Így van, stopsoros pontosan. Kitaláltad, hogy... Mire gondolok? Vajon elindul visszafele? Igen, az egyik kifogás a tipó, a másik meg a autokorrekt szokott lenni. Outplayed. Oké. Mondom, ez a kertvárosi rész. Ezek a külvárosiak nagyon érdekesek. Oké, gyerünk tovább.
Oké, akkor nézzük meg ezt a helyet. Nem tudom, hogy ez itt mi lesz. De gyanúsan valami... Arena card content? Aha. Amúgy jó sok HP-ja van ezeknek. Azért nem kettőt kell beleütni. A Ritual Shield talizmán. Oké, Shadit Adri. További szép napot. Before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Oh, was that you? Sorry, I hardly noticed. I'm a little shaken since the Master ceased his movements. The Master's reflections had heightened as we neared the Erd Tree. While still a precise calculus, the rhythms grew increasingly wild until he simply ceased. Now the Master is facing quite the puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true god. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radagon, also appeared. Who exactly was Radagon? The Master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. Curse my mediocre mind. The Master only has me. And here I fail him. Who exactly was Radagon? Hmm. The Master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name. But oh, how important could it really be? The Erd Tree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Oké. Aha. És akkor ez a... Tehát Erdtree Sanctuary Site of Grace. Aha. Tehát az a kérdés, hogy mi a probléma most a Gold Mask-kel. Tehát ez a fickóval, hogy gyakorlatilag amióta Radagon neve felmerült, azóta így megmerett. Tehát nem történik semmi. És akkor ott a Erdtree Sanctuary az melyik? Search Erdtree Sanctuary. Várjatok, csak az nem erre volt valahol. Vagy még nem is voltunk ott. Erdtree, mintha rém lenne, hogy valahol volt ilyen Erdtree Sanctuary. Mindjárt kitalálom. Próbálok emlékezni, hogy hol lehet. Valamelyik Minor Erdtree mellett.
nem volt még. Ha. Valonnan rémlik a neve, de persze... Jó, gyorsan itt még körbe szaladok. Gyökéren fölmászós templom, ahol a boss van. Jó, akkor itt most más nincsen. Akkor szerintem megnézzük ezt a másik épületet. Ezt itt. Ezt körbejárjuk. Hogy kéne ezt? Hű, nem agyaltam túl. Oké. Vagy fölmegyünk a tetőre. Néha olyan fura helyeken vannak ezek a hullák. Jó, itt lehet bemenni szerintem a kastélyba, vagy ebbe a, hát, várba. Inkább úgy mondanám. Viszont itt a külsejét még csak járjuk körbe. Ezt a külső részt. Ha, ott volt a kis sunyi. Van fönt egy lövöldözős, aminek én annyira nem örülök, mert akkor ő lövöldözni fog. Aha. Annyi gondoltam is. Ó, és átlő rajta. Na, gyere ide. Gravelstone Field. Lejött? Nagyon jó. Bocsánat. Lindell Knight Helm. Lassan megvan a teljes armor. Ide innen nem tudunk fölmenni. Lehet, hogy nincs is semmi, amiért föl kéne menni. Kés. Gravelstone. Egyelőre nem tudom, hogy mire jó ez a Gravelstone. Könnyen lehet, hogy nekem semmire.
Hát akkor... Talán ezt a külső részt körbe is jártuk. Hát akkor menjünk be szerintem. Be lehet jutni itt is. Ezt nem tudom, ki lehet-e nyitni. Nem lehet. Pedig ez a városba vezetne át. Na mindegy. Három healünk van. Shit. Csináljuk. Wargram. Legfeljebb meghalunk. Ó, jött segítség. Egy megvan. A másikat elég jól elintézte. Na fejezd be. Oké. Hagytam, hogy övé legyen a dicsőség. Jó. Oké, és akkor ez is megvan. Hát akkor elvileg mehetünk vissza majd a Volcano Manor-be. Raging Wolfhelm. Oké. Noise. Megint egy tipó. Alberich. Menjünk be oldalt. Aha. Melyik oldalt? És ott egy festmény. Amúgy a festmények... Amúgy... Ezt már akartam kérdezni, hogy a festmények kb. Csak annyi, hogy... picit a sztoriról ad el... mond el dolgokat. Tehát nincs különösebb jelentősége. Ja, hogy úgy, oké. Meg max ad achievementet, hogyha mindent összegyűjtöd. Book.
Szia, Kambli. Szép estét. Jó, na akkor... Szerintem bemegyünk kívülről is. Már ha értitek, mire gondolok. Á, ezt is ki lehet nyitni. Az amúgy vagány, hogy egymást is sebzik. Mondjuk engem is. Jó, na nézzük szét itt is. Ez ennek a kastélynak az udvara lesz. Így van. Ez egy nagyon-nagyon fejlett AI. Most néztem a DeepMind-nak egy cikket, ahol ilyen AI ágens, tehát játszó AI ágens kooperáció volt a fő téma. Még úgy nagyon részleteibe menően elolvasni nem tudtam, mert hát vizsgaidőszak van. És... Na mindegy. De a lényeg, hogy... elég jól néz ki. Ez egy nagy lift. Kooperáció. Mert mit mondtam? Koordinációt mondtam. Tehát az, hogy egymással is egyezkedtek, hogy ki mit csináljon. A Twitteren osztotta meg a DeepMind. Belelapoztam, de még nem volt időm részletesen elolvasni. Azt hiszem, ezt tudom, hova vezet. Szia, jó Szebi, szép estét! Így van, pontosan erre gondoltam, hogy ez ide vezet. És itt fönt lesz egy Grace, ha minden igaz. Na, még félre is nyelek. És ott bent alszik egy nagy József. Hát... Ővel most elvileg tudnánk mit kezdeni, nem? Mármint úgy értem, hogy... Mert ő most mondjuk csak napozik. Szóval nem lehet volna muszáj fölkelteni.
kicsit felgyújtott. Vigyázz, le ne es. Hűha. Shadow of the Colossus. Ez jól hangzik. Mondjuk lehet, hogy agyvérzést kapnék a platforming résztől, de... De jól hangzik. Lesz Dew Talizmán. Jaj, a japán játék, az agyvérzés a lényege. Aha. Magic Butthole. Nézzük. Divine Towerhöz visz. De oda még nem akarok menni, mert... ahhoz még nincs kulcsunk. Mert... Hú, ki ad ehhez kulcsot? Már nem is emlékszem. Na mindegy, szerintem ez még nincsen bejárásunk. Szerintem ez majd Morgott után, nem? Nem biztos, persze. Jó. Na mindegy, visszajövünk ide, és akkor bemegyünk oldalról. Igen, valamelyik Great Rune. Nem emlékszem a pontosan, hogy melyik. Mert... De ugye hát nyilván Great Rune, mert ez kell a Divine Towerhöz. Jó, akkor bemegyünk kívülről. Vagy oldalról is. De már csak nem jönnek el. Jó, oké. Ez a Roundtable Hold gyakorlatilag. Ez meg a... A fickónak a kalapácsa volt. Smithing Stone 6. De vagány. Ez ugye fiának a szobája. Fú, ez nagyon meta most már. És itt a round table. Ez az öregnek a dolgozószobája.
Itt vannak az, itt szoktak lenni az ikrek. Itt meg ugye Kula bácsi volt. És itt a Seedbed Curse, amit adni kell neki. Abból elvileg már van, nem? Több is. Talán. Igen, már van 3. És 5 darab kell neki? Jól emlékszem, 5 darab. Oké, és tehát akkor már tudnánk kakás endinget is. Oké. Ezt nem pontosan tudom, hogy miért lesz jó, de... Ó, de durva. És ez a izé a... ahol ott invédelnek a Roundtable Holdba. De durva, amúgy lentről meg se ismertem, hogy ez az. Mondjuk eléggé stock kinézete van, így lent. Oké. Na, itt van egy csukott ajtó. És szerintem ott is itt van. Azt néztem meg, hogy milyen endingek vannak, mármint úgy értve, hogy én névről. Csak hogyha mondja Nevermind vagy valaki, akkor tudjam. De az, hogy pontosan... Jó, mondjuk ez is olyan, hogy most pontosan mi történik az endingben, tehát ez egy From Software game, Miyazaki game, tehát itt sose tudod, hogy mi történik az endingben. Tehát itt nem lehet spoilerezni. Mármint úgy értve, hogy... Tehát ez nem olyan, mint egy Horizon Zero Dawn, hogy aj, ne spoilerezz már a végét, és akkor tök döbbenetes. Hát már amennyire az, most kinek mi. Körbejártam mindent. Ezt a szobát még megnézem. Itt van az újas. Yeah. Igen, itt szokott lenni az új. Szóval tényleg ez egy Miyazaki game, szóval... Érted, én is, tehát végigjátszottam ugye a Bloodborne-t, és nekem a Childhood's Beginning ending lett. És őszintén szólva így... Fogalmam sincs, hogy az mit jelent. Tehát... Direkt arra mentem rá, mert azt mondják a community, ugye? Hogy az a true ending, tehát az igazi endingje a játéknak. Mondjuk az, hogy miért mondják ezt, azt már én magam nem tudtam kibogarászni. Fogalmam sincs. Tehát próbáltam megérteni, de... Lehet, hogy én vagyok persze kevés hozzá, de... Na mindegy. Na. Oké, és ezt is itt körbejártuk szerintem. Ugye itt följöttünk. Ugye itt is voltunk. Hát... Szerintem... Nagyjából körbejártunk mindent. Úgyhogy akkor most kéne egy utat találni ott fölfele a fára. Vagy hát... Egyrészt a fára, meg akkor arra a nagy dárdára is ráugranánk. Mert... Mondtátok, hogy a dárdára mindenképp ugorjak rá. És itt ugye, ezen a fán tudunk fölmenni. Ott lent volt az a ugráló farkas. Jó, hát próbálok tájékozódni, hogy merre vagyunk, de hát nem egyszerű. Én Kecskeméten nőttem föl, de még néha ott is eltévedek.
50-70 óra. Hát már most nem azért, de... És nem az volt, hogy elakadtunk valahol olyan nagyon. Jó, volt itt-ott egy kicsi kis tennivaló. Meg azért alapvetően tényleg egy ilyen long play nyomok. Tehát amit lehet felfedezünk. De hogy, hát nem azt mondom, mert persze végig lehet 50 óra alatt játszani, csak hát... 100 volt, hogy minden bosst megöltél. Hát igen. Itt te meg direkt nézelődök is, meg... Még lehet, hogy néha unalmasnak is tűnhet, hogy mit kóvájgok már ennyit. Ja meg, hát igen, meg a NPC-k, tehát a sidequesteket csinálgatjuk. Meg eltévedünk. Oké. Okay. Oh. Újabb Fortnite player. Oké. Okay. Hát erre megyünk tovább. Ott el lehet menni lefele is. De az csak levisz oda. Ja. Akkor fölfele megyünk. Na mindegy, szóval nyilván sok játékot végig lehet rásolni, mert lehet, hogy tényleg valaki csak a sztorira kíváncsi. Hát ennél a játéknál mondjuk... Hát nem azt mondom, mert nem rossz a sztoria, csak... Na, az vitte magával a lootot. Csak tényleg itt azért a felfedezés is fontos, meg tényleg úgy az egész world, hogy milyen. Csak ott lehet elmenni azért a lootért, gondolom. Jaj, hát persze, meg a minden szöveget végigolvasni. Egyébként ez a izébe is, más játékokban is azért jelen van, tehát például ott van a, hát lehet, hogy nem a legjobb példa, ugye a Witcher, hogy egy dolog, hogy végigjátszod, de ott is rengeteg ilyen szöveges izé van, könyvek, ilyen-olyan üzenet. Tehát, hogyha azt rendesen felfedezed azt a játékot, DLC-kkel minden együtt, az is simán van, hát 150 valahány óra, tehát hát én nekem volt egy ilyen, hát nyilván mondanám azt, hogy 100%-os playthrough, de hát az Witcher-nél nem nagyon lehet szerintem csinálni. Már csak azért is, mert különböző a sztori, ahogy játszod. De az volt nekem DLC-kkel 120 óra, úgyhogy se fennakadás nem volt, és nem különösebben olvasgattunk. Erre nem lehet jönni, gondolom. Nem. Jó. Godfrey. Szevasz. Hű. Oké.
Okay. Well, that was intense, my friend. Foglaljunk helyet. Még egy talizmán slot? Ja, mert azt adott. Oké, lépjünk szintet. Hát... Ezt végig kéne gondolni. HP-re ez. Hát, nem is tudom. Ez mondjuk jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik. Hát mondjuk olyan sokkal nem. Mindegy, egyelőre betesszük. Az, hogy a staminát növeli, az nem rossz. Majd végig gondoljuk, hogy mit lehetne még tenni. Jó. Gyorsan ránéztem a térképre, hogy hol is vagyunk. Earthrise Favor. Igen, igen. Holy Grease. Oké. Jó, hát menjünk tovább. Közben figyelek, hogy hova lehet leugrálni, vagy ilyesmi. Jó, itt nincs semmi. Golden Order Principia. Ott van, hol? Emeleten gyöké... Oh, itt. Oké. Okay. Látok egy tetőt, amire rá lehet ugrani, az rögtön gyanús. Na hát itt mondjuk pont nincs semmi. Na már csak... De vissza tudok menni. Hihetetlen. Oké. Okay.
Blessing of the Air Tree. Okay. Oh. Tovább boss fight van. Na most az a kérdés, hogy ha az a boss fight lemegy, és még fáj is, nagyon jó, utána változik-e valami, ami miatt én ide nem tudok visszajönni? Mert említettétek, hogy meg fog változni a város valami miatt. Úgyhogy lehet, hogy előtte még egy kis felfedező körútra elmegyünk. Mert oda a dárdára még nem ugrottunk rá, amit mondtatok. Ja, az akkor később van még a változás. Igen, meg ott se voltunk lent szerintem. Úgyhogy akkor oda lemegyünk. De erre nem tudok felugrani. Mondanám, hogy ide tolok egy széket, de ez nem így működik itt. Kintről kéne. Itt ugye el lehet ugrabugrálni a tetőn. Ott egy nyitott ablak. Beugrunk a házba, mint valami betörő. Ó, oké, és itt van egy gyökér, amin végig lehet menni. De itt azért csak körben járunk akkor. Egy íj. Egy Celestial Dew, ha netán valami rosszat csinálnánk. Bár igyekszem nem rosszat csinálni. Bár egyszer offstream majdnem sikerült. Golden Order Principia. Oké. Okay. Tanuljam ki a Low Regression-t. És azt hogy tudom? Valakinek oda kell adnom, ugye? Aha, és kinek, kinek adjam oda? Szelen? Bárkinek. Jó, hát elmegyünk Szelenhez. Megnézzük, hogy van. Egy shortcut. Jó, erre akkor nincs semmi. Vagy már akkor körbejártunk. Pope Turtle, az is jó. Tehát technősnél se voltunk már régóta. Technős pápa. Első technős pápa. Bár lehet, hogy nem az első, hát ki tudja, hogy hány technős volt még. Jó, ide kéne valahogy lejutni. Hát, csak leülök. Lehet, hogy nem kellett volna, mert most megint itt fog idegesíteni szerintem ez a... Vagy ez nem is itt volt? Nem, nem itt volt. Na de várjatok, hogy kéne oda lejutni? Igen, Ignác, mondjuk ez egy jogos felvetés, hogy lesz elég fészünk. Na, most megint kóvájgok. Ide akarok lejutni. Hát, valószínű itt a fán lentebb kéne menni. Intelligence 37, annyi biztos nincs.
Ez nem az a build. Mert a Larval tírér lehet venni Intelligence-t? Most ezt nem tudom, komolyan kérdezem. Rennánál átrakom a statokat, utána meg vissza. Ja, hogy újra születek. Aha. De várj, ez nem azt a endinget adja a Frenzied Flame? Kérdezem, mert nem biztos, hogy jól emlékszem. Vagy jól tudom. De a napos arcú az nem a... Vagy ez a Corin Quest? Megkiderül egy nagy spoiler. Hát oké. Okay. Itt se vagyok. Na. Corin Quest adja az endinget. Nézem, hogy merre kéne menni, csak megint eltévedtem. Nem a Frenzied Flame-et, hanem a másikat. Nem másikat. Na, az a kérdésem most ebben a pillanatban, hogy oda hogy jutok át. Erről? Mert akkor megint... Tehát onnan föntről tudok lejönni? Akkor a Frenzied Flame-et a hihetás vonal adja? Most már tényleg összekavarodtam. Sok szempontból is. Ujjaj. Majdnem leestem. Ez levisz oda a... Jó éjszakát. Itt se vagyok. Most az a bajom, hogy megint visszajövök ide föl. De nem erre kéne jönni. Vagy hát... Lehet, hogy erre kell jönni, csak... Adjatok már! Vagy valahol le kell ugrani. Millicent és Melania. Oké. Okay. Jó. Ez volt az a létre, amit lerúgtunk az előbb. Oké, és az, hogy az előbb miért nem jöttünk el erre, azt nem tudom.
Na mindegy. Most itt vagyunk. Így van, erre. Nagyon jó. Amikor már a devek hagynak üzenetet. Regression alone reveal secrets. Na és akkor ide kéne a regression. Csak nincs annyi intem. Na ezt hagyjuk függőbe, ezt a dolgot. Nem azt mondom, hogy ne csináljuk meg, vagy csináljuk meg. Egyelőre tartsuk függőbe. A kérdés az, hogy meddig tudom én ezt megcsinálni. Gondolom miután megváltozik a város, már nem lehet. Már megint. Ja, tehát ez revealálni a titkot. Hát... újjászülethetünk, hát most... derítsük ki nyilván. Igazából... most egy larvert ír, hát nem is tudom mennyi larvert írem van. Hol van ez? Ki item vagy? Van 11 larvalt írem. Most kettőt. Amúgy is mit csinálnék vele? Jó, és itt merre menjek tovább? Itt ugorjak le valahol. Lehet, hogy itt le kell majd ugrani. Hát jó, de a dárda az... az itt van. És innen én már le tudok... Bolt of Grandsex. A legendary achievementér, ugye?
még volt itt egy Stone Sword key, ami mindig jól jön. Na, itt van egy Gadago Fest. Úgy emlékeztem, hogy ott... Hát nem jól emlékeztem. Na mindegy, vissza tudok oda menni innen. Ja, megint leugrok ott. Várjál, de most ez ilyen respawnolós kruszi volt? Remélem nem. Mondjuk eddig egyik kruszi se volt respawnos. Reméljük ez se. Most biztos, hogy nem fog még egyszer sikerülni. Nem respawnos a kruszi. Oké. Jó, itt van. Jó, most mondjuk nem agróztak be. Most már igen. Jó, de ha itt lemászunk, akkor át is tudunk itt szaladni. Jó, hát akkor én azt javaslom, hogy csináljuk új, akkor szülessünk újra. Na várjatok, mert még itt se voltunk ám. Hogy én miért nem rúgtam le azt a létrát? Azt hittem, hogy csak sima létre. Na mindegy. Ez bezzeg sima létre. Lionel. Na ő is vajon ki lehetett? Hát igen, van Grace. Ja. Dead Best Dress. Hol van? Mi ezt nem lehet fölvenni? Ja, de itt van. Hát figyelj, amúgy. Teljesen jó, nem? Milyen statjai vannak? Vannak... Opa, vannak egyáltalán statjai. Physical damage ellen 0-6. Jó. Ad egy csomó vitality-t.
Tegyük vissza. Ez itt megint ilyen, hát, ilyen lenti rész, nem mondom, hogy csatornás rész. Lindell Nightham, szerintem ez már a második, amit fölveszek. Nem is tudom, hogy erre voltunk-e, mert lehet, hogy erre se. Nem rémlik. Viszont szerintem, ha erre eljövök... Hát, erre se voltunk. De talán itt vissza lehet jutni a... Nem, ezen a lenti részen egyáltalán nem voltunk még. Jó, hát akkor... is még körbe tudunk járni. Hoppá! Mire kikászálódik a sírból? Többen is vagytok. Szóval jó sok loot van itt amúgy. Kellett volna kihagyni ezt a lenti részt. Viszont ez, és akkor gondolom... Na miért nem tudom megnyitni a mapot? Gondolom ez visz föl a egyen magasabb szintre. Shortcut lift, így van, így van, így van. Oké. Okay. Jó, hát arra voltunk. Arra még nem. Meg ott majd egyenlentebb még körül kéne nézni. Ott voltak ilyen csatorna szerűségben ilyen patkányok.
Vagytok ám. Clarifying. Jó. Oké, és... akkor itt sincs más, ugye? Ott van egy... egy Stonesword key. Ez fog, ez majd nagyon fog kelleni, hogy amikor megyünk tovább, mert szerintem most lesz egy csomó ilyen dungeon, meg ez az amaz. Még lehet, hogy nem itt a városban, hanem majd egyel utána. És ez is egy shortcut. Így van. Nagyon jó. És itt vissza is jöttünk ide, a városba. Minden oké. Nincsen semmi baj. Ez katona dolog egyébként. Bekenjük egy kis fenisztillel és teljesen rendben lesz. Jó. Na menjünk le ide a csatornába. Már miért is ne? Nemes egyszerűséggel beleugrottam. Úgyhogy... nézzünk szét. Guilty Hood. Már bocsánat, de megijedtem. Hogy utálom én ezeket a kezeket. Ott is egy kéz. Meg ott is vannak kezek. De hát ott egy item, azért muszáj elmenni. Ha! Majd lesz ilyen kész boss fight is. Ó, ez az a hely, ahol egyszer beestem. Na, jaj. Momentuma nem volt. Semmi, semmi, de semmi esélye nem volt. Azt se tudta, hol van. Lesz óriás kéz, de nem nagy a HP csíkja. Hoppá. Hát elfogyott. Jó, menjünk tovább. Tehát külön boss HP csíkja, oké.
Csak kéne valami dobálós. Nem tudom, hogy ez mennyit sebez, mindjárt kipróbáljuk. Hát nem rossz, annyira nem is jó. Colossal Finger Creepers. Mountain Topson, oké. Okay. Hát itt nincs semmi. Ó! Ezt nem vettem észre. Hogy ez ilyen? Ó, oké, tudom már hol vagyok, jó. Oké, azt hittem, hogy egy ilyen nagy gárgulj lesz, de nem. Jó, akkor most már megint tudom, hol vagyunk, mert itt már voltunk. Kvázi innen indultunk tegnap. Csak ide följövünk, és meg is van a helyszín. Így van. És itt tudunk fölmenni a sárkányra. És ott az íjazós csáva, aki az előbb... Jó. Gyorsan ránézek a mapra. Hát nem tudom, van még itt a fővárosban valami a boss fighton kívül természetesen, amit lehet csinálni. Mert nyilván a boss fight az oké. Ugye itt van a boss fight, van a quest. De amúgy szerintem körbejártuk a fővárost is. Gondolom. Ugye még majd ide kell eljönni a Kruszi tesókat. Meg kikérdezni, de az majd talán máskor lesz. Egy-két loot lehet ott maradt. Hát igen. Nem kizárt. Jó, na, akkor adjatok nekem 2 perc szünetet. Egy bioszünet, meg hozok teát. És akkor utána eldöntjük, hogy merre tovább, de akkor lehet, hogy újjászületünk. Már is jövök.
Itt is vagyok. Oké, és na. Akkor azt kéne először csinálnunk, hogy elmegyünk, megtanuljuk ezt a varázslást, vagy incantation, nem is tudom, hogy lehetne ezt jól fordítani. Megnézzük, hogy mennyi cucc kell hozzá. Itt 37-et írtatok, ha jól emlékszem. És akkor utána elmegyünk Rennalához újjászületni. Megnézzük, hogy mi történik. Majd miután végeztünk, visszamegyünk megint újjászületni. És... hát igen. Folytatjuk egy boss fight-tal. Na... hol is van Rennala? Itt. Teknősz pápa is lehet. Hát, ha már itt egyben megvan minden. Na. Szelen, hogy vagy? Jól nézel ki. Mark. Na várjatok. Ennek így kell történnie? Mert szerintem kéne ilyen, hogy... Sorcery és nem incantation. Jó, akkor technőst próbáljuk? Hol volt technőc? Vagy őse incantation? Teki jó lesz. És ő hol van? Ő EG, azt tudti. Nem is emlékszem, hogy hívják. Akadémiától jobbra fel. Akkor ő lesz? Ja, Church of Vows-ban van. Igen, már... Emlékszem, hát ha jól emlékszem, persze, de mindjárt kiderül. Így van, itt is van. Teknős úr. Greetings. Do you need anything? Igen. Give prayer book és a Golden Order. What have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Okay. Jó. És akkor... ezt most nekem meg kéne venni. Ugye ez a low regression kell. Okay. 10k volt. Jó. De nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. És valahol ezt be kéne tenni. De az Grace-nél tudom, ugye? Javítsatok ki, ha tévedek. És Memorize Spell, ugye? Oké, de nem tudom betenni, mert nincs elég intelligence-em. Oké. Vagy be tudtam tenni, csak nem tudom használni. Jó. A kérdés, hogy milyen eszköz, szerszám, akármi kell még hozzá. Azt addig írjátok le, és addig elmegyünk Rennalához. Kell hozzá valami varázspálca, vagy ilyesmi?
kell majd szél. Oké. Jó. Thou art thou now assured of thy want to be born anew. Biztos van nálam egy csomó úgy. Na várjatok, fogok én emlékezni a statjaimra fogok én emlékezni amúgy? Na jó, akkor most csalok egy kicsit. Az a helyzet, hogy amúgy ez menne csalás nélkül is, csak már nagyon este van. Így készítettem róla egy fotót. Tudom, ez nagyon ciki, de... Oké, okay. Rebirth, igen. Now, bear this sweeting into life anew. Oké. És akkor az intre kéne adni. 37. A többi meg most kvázi mindegy, gondolom. Ugye? Mert csak int kell hozzá, szóval... Csak annyit csinálok, hogy valamit föltekerek, az kész. Oké. Jó. És akkor most már jó vagyok, ugye? Igen. Jó, és ott a memory slotban látszódik is, hogy nincs ott a piros X. Ja, valamelyik sealed kéne még tudni... Na, várjatok. Fogalmam sincs, hogy... Aha... De stuff vagy seal? Seal. Gordon Order seal? Ez jó, vagy mindegy, nem? Kvázi. Már ezt nem tudjuk használni, ez kell face. De ezt tudjuk. És akkor ennyi, ugye? Mindegy. Jó, na hát akkor menjünk vissza, reméljük, hogy menet közben nem halunk meg. Legalább ezt is megnézem, hogy hogy kell csinálni. Hát igen, mondjuk útközben itt azért lesznek. Lesz egy-két enemy. Na mindegy, őket majd valahogy elintézzük. Amúgy... Jó sok vacak van nálam. Kardot be tudom vajon tenni? Elvileg be kéne, hogy tudjam. Hát lehet, hogy nem, de. Jó, tehát igazából tudom használni, szóval. Szél lehet bal kézben is. Jó. Mert nincs csak összvisz, két enemi van itt. Sőt egy se. Jó, oké. Na, és akkor ide eljövök. Gondolom, itt kicsit közelebb jövök. És akkor hogy kell? Oké.
És akkor ennyi volt, vagy... Nem nagyon történt semmi. És most nézem meg az üzenetet. Gondolom az üzenet változott meg. Próbáljam innen? Baszki. De durva, ma bocsánat. Ez de durva. Na ezt nem gondoltam volna. Az komoly. Tehát Radagon tulajdonképpen Marika. Ha. Hát újságoljuk el ezt a remek hírt itt a kollégának. Boss fightnál látszik, amikor szőke Marika. Oké. Okay. Jó. Na, akkor gondolom most menjünk el a naparcú fickóhoz. És akkor újságoljuk neki, hogy mit. Mi történt. Vagy nem? Mondjátok, ha ne. Tegyük vissza a statokat előbb. Jó. Oké. Hát igen, mert valami történik, ott fölidegesítjük, aztán elkezd hepsziáskodni, akkor valóban ne legyen gond. Na jó, én ezt kiteszem a kezemből. Még mielőtt valami rosszat hinne rólunk. Now, is it thy wish to yet again be born anew? Now, bear this sweeting in. Oké, ez volt 50. Ugye a mind volt 13. Mondjuk miért 13? Ugye ami ki van nekünk maxolva Lutel, azt hiszem, ahhoz 110 FP kell talán. Vagy valami ilyesmi. Mindjárt kitalálom. Endurance-ból volt 20. Strength-ből 65. Dex-ből 40. Biztos jól nézem. Vigor 50, Mindból volt 13, 20, 65. Dexből 40 volt. Ez fura. Na, 50, 13, 20, 65. És 40. Ez felettébb érdekes. Hát igen. Hova tűnt 10 szint? Na mindegy. Ez fura nagyon, amúgy.
Vagy... nem tudom. Ja, lehet, ja, nem, mert bent van izé... Ó, bent van két medál. És az húzza föl, mert van egy, ami a strength-et, meg van egy, ami a dex-et húzza föl. Mondjuk azt jó lenne tudni, hogy mennyivel. Öttel gondolom. És akkor úgy lett 60-ből 65, a 35-ből meg 40. Megnézzük. Igen, mert csak a sima statokat fotóztam le. Az meg ugye a izét mutatja. Ugye itt van bent a... Ez, ami a strength-et, ez meg a dex-et húzza. És akkor ott már rögtön látszik, hogy strength 65, dex 40. Jó. Akkor megvan. Megijedtem, hogy... hogy mi történik, de így minden világos. Jó. Na, akkor menjünk vissza. És akkor beszéljünk a napraforgóval. Valahogy itt el lehet jutni. Aha, itt. Sötét van már megint. Na várjatok, rossz fele jöttem. Lehet, hogy itt nem is lehet átjutni. Ha, lehet, hogy rossz fele jöttem. Mondjuk legalább fölvettem ezt a Smithing Stone-t. Megpróbálok itt átfutni. De lehet? Nem. Ó, oh, basszus, itt nem lehet. Hát ezt benéztem. Azt hittem itt át lehet ide jönni. De akkor máshonnan kell. Onnan a... Zétől kellene. Innen. Igen, innen. A Roundtable Holdnak a másolatától. Vagy az eredetitől, nem is tudom, hogy ez melyik. Oké, és akkor itt kijövünk. Hát igen, a térkép az tényleg úgy nagyjából arra van, hogy... hogy igazából te úgy nagy vonalakban, mert... te ott van ugye a Mont Gelmir is például, hogy... tehát olyan sok szinten van, hogy kvázi tök mindegy, hogy van-e térkép, vagy nincs. Tényleg úgy nagyjából az irányt be lehet lőni. De az, hogy ott pontosan hogy van, meg mint van... Nem sok változás történt. Szavasz? Oh, was that you? Yes, the master is still seized. And after coming all this way, why now, of all times?
Who exactly was Radagon? The Master is stumped. His finger has remained still ever since Radagon's name was discovered. But, oh, how important could it really be? The Erdtree, heart of the Golden Order, lies before our very eyes. Why must these qualms come to you now? We were on the very cusp. Neki mondjam, vagy? Ó. Kösz. What on earth did you do to the master? Well, not that I'm complaining. Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order. Documented by yours truly. To think that Radagon was Marika herself. Or at least, such is all I can interpret from the rhythm and calculus of his finger. How would such a thing even have been possible, I wonder? Sadly, I cannot comprehend it myself. Do you have a fuller understanding of the matter? Oh. Hát, nekem aztán. Either way, I can continue my documentation. In truth, it matters very little whether I understand the Master's thoughts or not. I am merely his scribe. It is my sole and unwavering purpose. Super. Jó. És akkor mást... Jó. Más nem tudunk csinálni. Hát még itt a Mastert megkérdezzük. Nem. Oké. Ez amúgy tényleg nagy... nagy felfedezés volt, hogy... hogy Radagon tulajdonképpen Marika. Jó. Hát megyünk tovább, akkor majd még később találkozunk velük. Na, jó. Akkor ami kéne nekünk, az kéne egy kulcs, hogy bejussunk ide. Ugye? Az pedig... Hát el kell vennünk. Onnan föntről. Hogy is jutunk oda föl? Queen's Bed Chamberből? Oké. Fáj? Hát megpróbáljuk. Ütjük egy kicsit. ezer rúna. Nem fogunk tudni szerintem szintet lépni. El kéne költeni a rúnákat, az a helyzet. Mennyi kell a kövi szinthez? Hát nézzük meg, Max, elmenjünk még akkor lehet egy kicsit farmolni. Itt a városban elég jól lehet. Oké, okay. Ezen meglepődtem, hogy ennyit adott. Oké. Okay. Az igen. Adok rá egyet és semmi nem változik. Ez komoly. Hát igen, mondjuk itt már semmi nem változik sokat szerintem. Mondjuk ez még igen. Hát, soft cap-jaja. Hát... Menj.
menjen. Izgatott vagyok nagyon, hogy mi fog történni. What is thy business with these thrones? Ah, Godrick the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. No. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Okay. 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 Úgy viszonylag jót sebzünk rajta, szóval olyan nagy baj nincs. Mondjuk ő is rajtunk. Kardeső. Hmm.
Hűha! Okay. Na. Izgis, mindenképpen. És nem reménytelen egyébként. Azt is mondhatom. És a Margit Shackert lehet használni. És csak az első fészben. Aha. Hagyjál békén! Nem hagyta abba. Pedig kértem, hogy hagyja abba, hogy hagy híleljek egy kicsit, de nem hagyta abba. Jó, amúgy szuper. Az első fész nem tűnik vészesnek. A másodikban nagyon agilis a hölgy, úr, nem is tudom. Margit, Morgott. Hát igen, múlt idő. Az igen. Hmm.
Uh-oh. Stained by my curse. Such shame I cannot bear. Thy part in this shall not be forgiven. Nagy hibát követett el az öreg Morgott. Nagyon-nagyon nagy hibát követett el, amikor lehívta a kardokat az égből. De amúgy tényleg szuper volt ez a fight is. Fönt mi lehet? Lehet vele beszélni? Hát nem tudom. Azt majd meglátjuk. Hát, a jó öreg Margit Morgott azt mondta, hogy mindannyian átkozottak vagyunk, és senki nem lehet Elden Lord. Hát, majd meglátjuk persze. Na, fölnézek, hogy itt mi van. Ez valahonnan ismerős ez a... Impenetrable thorns refuse all. None may enter the air tree. Ezt a helyet megjegyezném, mert valószínű még itt vissza kell jönni. Most még nem mehetünk be, valami kell, hogy bemehessünk. Meglátjuk. Foglaljunk helyet. Miért van még mindig ott a köd? Ez nekem furcsa. Ó, oh, hello! Mi újság? Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being. That spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds. Upon the snowy mountain tops of the giants. A következő úti cél. I can set the Erd Tree aflame. Oh. And guide you down the path to becoming Elden Lord. Szóval fel akarja gyújtani tulajdonképpen. Hát igen, a fát. Rold Medallion. A red mark was made on the map. I wish to journey with you once more to the Flame of Ruin,
far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Hát jó. Oké, és jó. Hát más dolgunk szerintem most itt nincsen. Ó, oh, de szintet lépünk. Adott 120 000 morgot. És akkor most már. Jó. Oké. Jó, és akkor morgot el is. Ha. Ah, morgot átkerült ide. Oké. Grand Lift of Rold visz oda. Mindkét Helic Tree Secret Medallion. Abból szerintem egy van. Igen, mert Dectusból van kettő. Helic Tree-ből van egy. De azt nem most fogjuk majd tudni elkérni. Most össze vagyok kavarodva egy kicsit. Na mindegy, kitalálom még. Ja, az a másik Mountain Top, tehát nem a Giants, Mountain Top of Giants, hanem igen, a másik havas. Aha. Szia, Sheriff, szép estét. Ghost Village. Aha, oké. Jó. Na most el tudunk már menni a... ide? Elvileg el kéne tudnunk. Ugye itt van a... Hát erre vezet majd az utunk tovább. Ez egy sidequest, ha jól tudom. Nem, ez a Rold. Ez a sidequest. You know what's love. Szerinted már itt van, na nézzük. Meg elvileg... Hát ez valami más kulcs kell. Na most még arra vagyok kíváncsi, hogy Nefelivel tudunk-e most valamit kokettálni. Mert mintha ott Morgott lenne a... De nem biztos. Mert elvileg Nefeliéknek most itt kéne lenniük. De lehet, hogy ez később lesz, persze. Nem, cserek itt. Hát akkor ennek is majd utána kellene olvasnom. Mert ugye az a questline is... Várjátok, elugrok a Roundtable Holdba. Hogy itt van-e még Nefeli. Igen, itt van. In this ash, I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. In this ash, it reminds me. Na jó, ez. Ez a Divine Tervőrhöz vitt a teleport. Be sem mentem a teleportba. Ott fönt.
Igen, csak a Nefeli questet azt hittem, hogy most már tudjuk pörgetni. De akkor lehet, hogy ahhoz még valami más kell. Hol volt a teleport? Itt fönt, ugye? Valahol. Ugye arra biztos nem. Nem erre volt. De jó lenne emlékezni, hogy hol volt ez a teleport. Grace hídon, ahova a nagy lift visz föl. Tehát itt a Divine Bridge-en. Igen, itt volt a nagy József. Ott, igen. Köszi szépen, Ignác, valóban. Köszi. Hát ez szomorú. Na nem baj, visszajövünk akkor. Majd meg kell nézni, hogy ez mitől nyílik ki. Az biztos, hogy minden esetre furcsa, de hát mindegy. Jó, oké, és akkor szerintem itt a fővárossal nagyjából meg is vagyunk. Mondom, itt a Nefeli questet kéne még megnézni, hogy mi a helyzet. Ennek majd utána olvasok egy kicsit, mert vele mindenképp beszélnünk kéne még a Azula boss előtt, illetve hát egyébként is. Másik Shardbearerek megölésekor nyílnak. Ah, oké. Okay. Jó. Szóval azt kellene még megnézni, ugye akkor majd legközelebb megcsináljuk a Crucible Knight tesókat is, meg akkor a vulkánomanoros részt is fejtegetjük egy kicsit, hogy mi történjen. Viszont mára megállunk, mert tényleg esteledik. Az Ulabusz is spoiler. Oké. Jó, szóval ma megállunk, mert esteledik, és én nekem is most már kezd a fókusz elveszni. Szóval innen folytatjuk csütörtökön, igen, csütörtökön, és akkor addigra megnézem tényleg ezeket a ilyen kis sidequesteket, meg hogy ezek a Divine Tower-ök pontosan akkor hogy is vannak. És akkor folytatjuk innen.
mindenképpen. Viszont mára nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap folytatjuk a Resident Evil-t, most már tényleg mindenképpen, és csütörtökön pedig az Elden Ringet folytatjuk. Én kívánok nektek további szép estét, további kellemes hetet, sziasztok!